11 óra 39 perc, a mikrofonnál Kun Zsuzsa és a másik mikrofonnál Iványi Gábor. Köszönöm szépen, hogy itt van, hát rendszeres vendég a Klubrádióban, hál' Istennek. A nagyobbik baj, hogy mindig valami szomorúságról kell beszámolnunk. Most egy levelet juttatott el hozzánk, hogy a NAV közreműködésével 175 millió forintos elvonást eszközölt a kormány. Meddig lehet, hol tartoznék rengeteggel, hogy épp itt a kedves vendégeimmel egyszer most beszéltünk arról, hogy miről szól ez a történet, Gábor? Én ezt már nem értem. Miért nem hagyják magukat élni, létezni békén? Tehát miért? Az egyik nyilván egy kicsinyes bosszú mindenkivel szemben, aki valaha Orbán Viktor közelében volt, vagy valamilyen barátságos viszonyban volt vele, vagy netán segített neki valamiben, azokat rendre eltakarítja, hogyha nem álltak mögé változatlanul. Ez az egyik. Ugye, amikor most kormányra került 10-ben, akkor rögtön kaptam két levelet. Az egyik arról szólt, hogy azonnal adjam vissza azt a pénzt, amit pályázati úton nyertem a főiskolánk új kampuszának az építésére. Én korábban sose nyertem. Mindig az volt, hogy ha mieink, úgy mondom, kormányoztak, akkor arra gondoltak, hogy minket nem feltétlenül kell támogatni, mi úgyis rendben vagyunk. Ha a túloldaliak, akkor meg azért nem kell támogatni, mert mi nem hozzájuk tartozunk, de az utolsó pillanat egy évvel a váltás előtt nyertünk egy pályázatot, és tehát egy lepukkant húsüzem az, amiből kialakítottuk a főiskolát. Nincs 5 méternél szélesebb terem benne igazán a nagy dísz előadója is, 5 méter széles, 40 méter hosszú, 8 méter magas, tehát ilyen ipari gótika jellemzi, és hát végre építhettünk volna egy épületet, és hát számítva is részben erre villámgyorsan fölrántottuk szerkezetkész állapotra a nálunk lévő pénz alapján az épületet, de az utolsó részét elvette a kormány, mert ugye a Művelődési Minisztériumon keresztül jött a pénz, és nem tudom azóta befejezni. De most éppen akkreditálás alatt vagyunk, és éppen ezen tűnődtem, hogy amikor megkaptuk 90-91-ben ezt a romhalmazt a Dankó utcában, akkor ez egy kiégett romokban heverő, füstölő húsüzem volt eredetileg, akkor azzal kaptuk meg, hogyha 10 év alatt rendbe hozzuk, akkor 100 évig ingyen használhatjuk. És 8 év alatt rendbe tudtuk hozni, és ezzel nem tudtam megbirkózni, ezzel a igaz, hogy annyi minden volt, az is, hogy rögtön a másik levél felszólítottak benne, hogy adjak számot, milyen tevékenységeink vannak, és azt is tegyem hozzá, hogy kinek adom át ezeket a tevékenységeket. Szerintem is értettem ezt a felvetést, majd megírtam, hogy nem tudok ezzel mit kezdeni, nem hajtom átadni senkinek, de azóta mindent elkövetnek, hogy ellehetetlenítsenek, és fokozatosan ennek része az is, hogy elvették az egyházi státuszt, hogy ne kelljen kiegészítő támogatást adni, és az elmúlt 10-12 évben legalább 100 hónap volt, amikor 8-án még nem tudtam, hogy ki tudom egyben fizetni a legalább a nettó bért mindenkinek. 1000 ember dolgozik, több mint 1000 ember van állandó. Hát tulajdonképpen egy állami feladatot vállalt át. Igen. Tehát a szegényeket, az óvodákat, az iskolákat. Idős otthonok, kórház. Idős otthonok, igen. Igen, állami feladat, és az rendben van. Normális esetben az államnak, ez nem az állam tulajdona, ez, mert az állam mi is vagyunk, hanem ő kezeli ezt a dolgot, gondoskodnia kell, hogy a dolgok működjenek, szabályokat kell szabnia, és ha valaki megfelel, akkor az részt vehet ezeknek a működtetésében, és mi megfeleltünk hosszú-hosszú éveken, évtizedeken át, jól elláttuk ezeket a feladatokat, és nem lehet úgy gondolkozni, hogy ilyen egy kormányváltás, akkor gyorsan adjuk át valakinek, akit a kormány kedvel. Normális világban ez nem így működik. És hát vállaltuk inkább ezt a nehezebb utat az elmúlt, mondom, bő egy évtizedben. Hát most jutottunk el oda, hogy
a belügyminiszter közölte, hogy tovább nincs türelme, mert ha volt pénz, mi mindig fizettünk járulékot és egyebet, de késedelmi kamatokat sóztak a nyakunkba, hogy nem fizetünk időbet, azért nem tudunk fizetni, mert ők meg nem adják ide a nekünk járó pénzt. Egyrészt bosszantja őket, hogy Strasbourgban pert nyertünk a kormánnyal szemben, és azt 2016-ig rendezte a dolgokat, de hát azóta is eltelt több mint 5 év. Mi nem telefonál Orbán Viktornak, és azt mondja, hogy beszéljünk, üljünk le, mit akarsz te tőlem, mit akarsz te tőlünk? Nem így működik ez. Nem így működik a rendszer? Nem. Meg... De föl tudná hívni, ha... Tehát van még egy olyan telefonszám, ami... Nem. Valószínűleg nem is jutnék el hozzá. És annak... hát, hogy mondjam, látszatát is kerülni akarom, hogy én megpróbálok könyörögni, vagy előszobázni. Én tárgyalásnak hívnám, vagy kompromisszumos hát megoldásnak, nem könyörgésnek, az ügy érdekében. Hát én egy ostromlott várat kapitánja, kell, hogy végjek, igen. És eddig még legalábbis azt gondoltam, hogy amíg van valamennyi víz, valamennyi dohos gabona, addig valahogy megpróbálunk kitartani. És az az egyesség, hogy adja át valakinek, tehát, hogy azt mondom, hogy jó, legyen meg a ti akaratotok, névleg átadom, a háttérben úgyis én vagyok, és Kovács József lesz mostantól a vezetője a közösségünknek. Hát ez sem egy ilyen egyszerűen, szóval ez nem az ünnepi eladása a tréflinek, amit majd visszakapunk, hogyha az ünnepnek vége. Ott sem mindig kapták vissza azok, akik úgymond névlegesen eladták a dolgot, és valahogy azt sem akarom, hogy azokon a helyeken, ahol dolgozunk, bárki úgy érezze, hogy ilyen alkoholszínesze. Igen. Mondok egy példát, most nemrég éppen a szegedi iskolánk, egy kiváló iskola tanáraival ültem le. Ez egy sajátos nevelési igényű iskola, egészen kiváló tanári gárdát sikerült összeszedni. A városban van más sajátos nevelési igényű gyerekeket fogadó iskola is, de a szülők nagyon szeretik, ezt mindig túljelentkezés van nálunk, nem véletlenül. És hát ilyen történeteket tudnék mesélni az egyik ünnepségen. Egy olyan kislány mondott verset, akinek nincs szájpadlása, és ezért hát csak ilyen torok hangok hallatszanak, és legfeljebb a vers ritmusából tudjuk, hogy ez az elmi a kötyük anyó, vagy mit tudom én mi. De úgy oldották meg, hogy együtt mondta a verset egy vak kislánnyal, aki a vakvezető kutyájával volt együtt. Úgy, megforszolok. Igen, én is nagyon megrendültem ezen, és ez jut mindig eszembe, amikor Maruzsa államtitkár szavai idéződnek fel bennem, aki közölte, hogy azért nem támogatnak minket, mert nem megtérülő befektetés ezeknek a gyerekeknek a támogatása, nem tudja, hogy mit beszél. És igen. Nem tudja, hogy mit ezt jelent. Ezt is Jézus mondta, hogy nem tudják, hogy beszélnek. Igen. És nekem arcok és történetek jelennek meg, és az, hogy ez a kislány, akinek nincs szájpadlása, és valamilyen születési rendellenesség miatt kézfeje sincs rendesen, ő magas IQ-val rendelkezik, és ugyan beszélni nem tud, de szeretne műfordításból élni majd, mert kitűnően megtanult angolul, tolmács nem lesz belőle, de műfordító még lehet. És a mi dolgunk az, hogy megtaláljuk, hogy miben találja meg egyedi boldog életét az, aki hozzánk betér. És hát itt küzdködünk, és mondom, ezekkel a pedagógusokkal ültem le, és közülük valaki felvetette, hogy olyan szép munkát végeznek a katolikusok, reformátusok egyházi iskoláikban, nem gondolom-e, hogy át kéne adni az iskolát nekik, és akkor nem lenne semmi probléma. És hát mondtam, hogy még egyelőre nem gondolom, mert azt hiszem, hogy nem véletlenül hozzák ide a szülők a gyerekeket, hogyha tudják, hogy mibe vagyunk, hogyha
elbizonytalanodnának, vagy bizalmatlanok lennének, akkor eleve odaíratták volna be a gyerekeiket, és ha nem odaíratták be, nem hozzánk, akkor kell, hogy lássák, hogy mi a végsőkig küzdünk azért, hogy ez az iskola, ahol a gyerekeik otthon érzik magukat, ahol megkapják azt, amire szükségük van, ez küzd ezért a helyzetért. Ugye nagyon sokat szoktam magára gondolni, hogy jó hosszú életet adjon a jó Isten, mert azért bennem van a félelem, hogyha bármi történik magával, és mondjuk még Orbán kormány van, akkor ezt a földig rombolnák, ezt a felépített birodalmat. Hát valószínű, igen. Valószínű, már csak bosszúból is, nekünk volt igazunk. Igen, én nem vagyok kétségbeesve a Westminsteri apátságban a két Wesleynek, akik ezt a mozgalmat, a metodista mozgalmat indították. Van egy emléktáblájuk, ugye ők a 18. században éltek, és ők találták ki ezt a szervezett szociális munkát, például ami városi szociális munkát, szegény gondozást és egyebet is. És az van az emléktáblájukon, hogy Isten temeti a munkásait, de az ügyeit mindig tovább viszi. És én azt gondolom, hogy még az is lehet, hogy egy idő után én lennék az akadálya annak, hogy ez a munka tovább folytatódjék, és nincs bennem rossz érzés, ha arra gondolok, hogy jön egy fiatal, friss, rugalmasabb valaki, aki megtalálja a megoldást. Tehát ez így volt Mózessel is, hogy arra nem volt alkalmas az örökkévaló megítélése szerint, hogy ő vezesse át a Jordánon a népet, odáig elvitte törvényeket, megadta, senki annyira nem vágyott az új hazába lépni, mint ő, de ő csak láthatta távolról az egészet, de ott volt Józsué, aki ezt mind meg tudta csinálni, és zseniálisan megcsinálta. Tehát szóval egy Józsué segítsége magának? Biztos. Ha nem is átadja, de aki azért ott van a háta mögött. Én meg vagyok róla győződve, hogy egy megfelelő személy lesz. De most is kell, tehát egyedül ezt nem lehet csinálni, nem? Vagy... Nem, vannak jó munkatársak. Jó munkatársak. Igen, sok-sok részfeladatot kiválóan megoldanak. Tehát át tudja adni azért a munkát, tehát nem akar mindent maga csinálni. Nem is szoktam én mindent magam, ezt be is vallom, hogy sok mindenhez nem értek, én az a hajós vagyok, akinek kell egy navigációs tiszt, mert nem nagyon tudom mindig, hogy merre van éjszak, de meg tudom nyerni a tengeri ütközetet esetleg. De azt nem de ez tudom, egy kicsit ennek. Sem fáj magának? Tehát a lelkét nem érinti meg, vagy már megedződött? Már, hogy így állunk, vagy... Hogy állandó támadások keresztüzében kell harcolnia, és hogy nem ismerik el, nyilván, hogy akiket segít azok, meg akiket tanítat azok, elismerik ezt a munkát. Hát meg vagy ezt igen, a... vagy nem, néha igen, néha nem, de nem is azért csinálom. És azon tűnődök, hogy épp 50 éve, hogy engem segít lelkészé szenteltek, ez nem rövid idő, és ennek legalább a fele a hatóságokkal való küzdelemmel telt el. Úgyhogy nem is tudom, hogy a hosszú élet nem arról szólna, hogy még egy ilyen konfliktus beleférne, és elég volt kettő, mert 73-tól 81-ig volt az egyik. Sok mindent kipróbáltam, milyen utcán prédikálni, milyen letartóztatásba kerülni, fogdában lenni. Ezek felejthetetlen tapasztalatok voltak, most meg ez egy másik, milyen a NAV fegyveres rohama, milyen az azzal való fenyegetőzés, hogy az embert elviszik adócsalásért, mert ilyet terjeszgettek, és mondtam, hogy nosza, csak nyugodtan minden fórumon el fogom mondani, hogy a tolvajok indítottak eljárást ellenem, mert azért nincs pénzem, mert... Szerintem maga még azért él, mert a nyilvánosságot nagyon jól használja ilyen szempontból, hogy elmondja, hogy igen, adócsalónak kikiáltottak, tehát nem szégyelli ezt kimondani, és azért a nyilvánosság jó nagy része maga mellett van. Hát talán igen. De mindenki érzi, aki mondjuk mellettem áll, hogy itt nem arról van szó, hogy én a tőkém gyarapítása érdekében nem fizettem be időben a járulékot, mert például amikor végre megint gyűjthettünk 1%-ot, akkor az abból befolyó pénz egy részét
fölkínáltam a hátralékainkra. Tehát éppen ezért nem fog helyt az, amit a belügyminiszter legutóbb írt, hogy azért nem engedi, hogy további haladékokat kapjunk, mert akkor a többiek is vérszemet fognak kapni. Megírtam neki, hogy a többiek nem kaphatnak vérszemet, mert nincsenek abban a helyzetben, mint mi. Tehát nincs miért vérszemet kapniuk, mert ők megkapják azokat a pénzeket, amikből tudnak fizetni. Ugye úgy néz ki a dolog, hogy ma államtól átvállalt feladatot működtetni csak úgy lehet, hogy az ember megkapja a normatívát, a kiegészítő támogatást és pályázhat. Ez a három láb kell ehhez a Schuster-székhez, hogy föl ne boruljon, és ha két lábat elvesznek, akkor hát lehet éppenséggel távolról egy zongoraszék, de ha nem zongoraszék, mi az, aminek egy lába van, és mégis lehet ülni rajta, az lehet a zongoraszék, de ami három lábra van kitalálva, az föl fog borulni, és itt ez van, hogy az 50% körülbelül a normatíva. Egy olyan 6-7 milliárddal gazdálkodunk, ami nem olyan nagy, ez az éves költségvetési tervünk. És ebből elveszik a legalább a 40%-ot, meg nem indulhatunk pályázatokon. Tehát tulajdonképpen a másik 50%-ot valahonnan a föld alól kell kiásni. És maguk Európa Uniós pályázatért sem indulhatnak? Valamiért talán elvben indulhatunk, meg épp most beszélgettem két nagykövettel arról, hogy ugye az önkormányzatok is hasonló cipőbe neveznek, hogy úgy mondja, hogy képzavarral éljek, és ők is arra törekszenek, hogy megkaphassák a kormány közbeiktatása nélkül azt a pénzt, amit tőlük ellop a kormány. Mert nem lehet szebben mondani ezt, hogy nem nekik van számva. Ugyanúgy, ahogy eltűnik a felzárkóztatási pénz. Rengeteg pénz jött például a roma felzárkóztatása, de még mindig vannak cigánytelepek, amiknek nem kellene lenniük, hogyha a pénzt arra költötték volna, amire kapták, de ezt lenyelik. Most azt mondták, hogy azért nem tudnak a tanároknak bért fizetést emelni, mert hogy nem jöttek meg az uniós pénzek, és sajnos sokan el is hiszik ezt. Elhiszik, noha vaskos hazugság ez. Igen, hát igen. Az uniós pénzek nélkül, már voltak ilyen nagyképű beszédek is, hogy nincs is igazán erre szükség, de ha egy költségvetésbe így bele kell kalkulálni az uniós pénzeket, ez nem a mi befizetéseinkből nekünk járó kötelező rész, tehát ha így be kell a költségvetésbe kalkulálni, akkor tényleg nagy baj van, és akkor az ember nem érti, hogy lehet hajókázni, repülni, és földeket, és ingatlanokat, egész Balatont, és nem tudom én mi egyebet bezsebelni, hogyha annyira jól állunk, hogy ez mind megtörténhet, igen, akkor mi szükség van a brüsszeli pénzre? Hát sajnos lejárt az időnk 11:58, és mindig, mikor beszélgettünk, mindig az jut az eszem, hogy olyan méltatlannak gondolom, hogy pénzekről kelljen beszélnünk, és megélhetésről, holott Iványi Gáborék és az egész egyháza annyi mindent csinál egyházat. Olyan szívesen mesélnék. Most mennyire jobb lenne, de hát muszáj ezt elmondani, mert élni, igen, és létezni kell is. Ez az alapja a létezésüknek, tehát meg kell oldani ezt a gordiuszi csomót, és utána lehet majd a sok rengeteg szép dologról beszélni, ami ott van persze. Csinálják a dolgukat becsülettel. De hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy hadd mondjak hálás köszönetet azoknak, akik támogatnak, és hadd említsem meg, hogy utoljára 52 000-en adták ide a Dújuk 1%-át, azt nem tudom, hogy az idén mennyien, gyanítom, hogy nem kevesebben. És hogyha mindenki, aki nekünk ide adta az 1%-át, havonta adna 2-3 000 forintot, nem is volna semmi bajunk. Akkor tehát erre buzdítunk mindenkit. Kis apró támogatások sokat jelent. Nagyon szépen köszönöm Iványi Gábornak. Önöknek köszönöm a figyelmet. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kun Zsuzsát hallották.